Sziasztok! Ígértem egy CCIP tutoriált magyarul, a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban. CCIP, ugye Constantly Calculated Impact Point, ami azt jelenti, hogy azt fogja kiszámolni, hogy hova fog beesni, hova fog becsapódni akkor, amikor megnyomjuk a gombot, a release gombot, és mondjuk ledobunk egy CBU-t, GBU-t, akármit, ami CCIP módban lesz elengedve. Ezt most éppen az NTTR mapon fogom csinálni, többek között azért, mert itt más a magnetic deviation vagy variation, aminek annyi a lényege, hogy ugye az irány, amit itt megadnak, az ez ugye a briefing, az nem ugyanaz, mint amit nekünk be kell írni ide a komputerbe. Mindjárt meg is nézzük, hogy ezt hogy csináljuk. A küldető vagy a videónak a linkjében benne lesz majd ez a kalkulátor, ugyanúgy, ahogy eddig is az előző kettőben. Csak itt ugye arra kell figyelni, hogy az NTTR mapnál 13 a magvar. Ezt át kell írni 13-ra, hogyha az NTTR mapon szeretnénk kalkulálni. Ha a Kaukázus mapon szeretnénk, ugye Georgia vagy Grúzia, akkor mínusz 7 ez a magvar. Ez annyi a különbség, hogy ennyivel kevesebb vagy több, illetve ennyivel módosul ez a szám. Na, le is pauzoljuk rögtön. Nem hoztam TGP-t, nem hoztam, semmit nem hoztam. Hoztam 21 darab rakétát, mert az irányítatlan, illetve... Na. Irányítatlan a rakéta, illetve hoztam 6 darab. Ezek most MK82R-ek, ami azt jelenti, hogy kioldás előtt nem sokkal lesz rajta, kinyílik rajta a hátán egy ilyen, hát párna, ami gyönyörűen lelassítja őt. Ez a mi számolási technikánkon nem sokat fog változtatni. Essünk is neki beírni ezt a funkció 1 lastegomb wind, és ide, ahogy a táblázat is mutatja, ezt kell beírnunk 01203, 01, 0207, 26 és a 00, vagy mögé a széladatokat. 00, 01, 02, következő oldal, nem 04, hanem 07, és 26. Utána megnyomjuk, hogy wind edit, és beírjuk ezeket a számokat egyszerre, tehát 302.12, igen, tudom, ezt már elnyomtam, 302.12, és a hőmérséklet 22 fok, ezt is itt be kell írni, ugye ez az, amit megad a küldetésben, hogy 0 méteren, 2000 méteren, 8000 méteren, milyen irányba és milyen erős a szél. Ezt a Mission Editorban lehet egyébként állítani, hogyha a saját küldetésről van szó, amit csinálunk. 302.23 és 302.23. Richtig nem oda nyomok. Majdnem eltaláltam. 20, 18, 8 és mínusz 30 fok. A mínusz 30-ot úgy tudod beírni, hogy kétszer megnyomod ezt a gombot. Azt a mégre akarsz. 306.10. És még egy utolsó. 294.14. Ups. 14. Oké. Okay. Na most, hogy megvan a kis szelünk. Voltam olyan aranyos, és a NASCAR trackre beraktam egy adag BMP-t, akik körbe-körbe mennek, és szerintem rekordidőt fognak futni. Bár ha mindjárt meglátogatom őket, akkor lehet, hogy nem lesz ugyanez az eredményük. Hopp. Igen.
Hát így se látok sokat, jó. Na. TGP-m nincs. Semmim nincs, gyakorlatilag minden manuális. Na, hol tartotok? Már majdnem végigmentek egy kört. Lehet, ez már a második, nem tudom. Na mindegy. Egyelőre nem állítom be, de menjünk gyorsan végig rajta. A profilnál ugye ez a Nose Tail Fuse, ez azt jelenti, hogy mind a kettőt élesíteni fogja. A Tail Fuse az MK82R-nél azt jelenti, hogy a hátsó ballon kinyitja. Ha csak nose-ra állítom, akkor nem fogja kinyitni, úgy fog működni, mint egy sima MK82. Ha csak térre állítom, akkor meg le fog potyani, de azt hiszem, hogy nem robban, de ebben nem vagyok biztos. Single pairs, egyértelmű, ripple single. Mondjuk, na, tudod mit, oldjunk ki 3-at. És mondjuk... Ezt meg tudjuk nézni, ugye ez lábban szeretnék kérni. Ups. És a távolság kettő között az kb. 0,3 km. Ja. Igen. Tehát az kb. 50 láb, illetve fenét. 100 láb. Azt hiszem. 30 méter, a 100 láb, igen. Na, aktív pauz, megint kikapcsol. És ugye természetesen mentsük el. A ripple single azt fogja csinálni, hogy 3 darabot fog ledobni egymás után. De nem egyszerre, hanem 100 láb közönként dob egyet. Illetve hogy odaessen, ahova 100 lábon kétesne. Na most. Pont szembe fognak jönni, úgyhogy nagyon jó lesz. És autók. Pull up. Azt leszámítva, hogy nem találtam el semmit, a szél nem fújt el. Na, és most nézzük meg ugyanezt, csak szélkorrekció nélkül. Pull up. Az Smartly volt. Eltaláltam ugyan egyet, de kettő teljesen máshova ment. Ha látszik, itt volt az egyik, amit eltaláltam, a másik kettő meg sokkal bejebb volt. Össze-vissza fújta a szél magyarul.